Adam Kromó, elpölt a mics. Miért sírkol az ácsika? Jó, hát hagyd már abba a sírást, és bújj ki az orrod, fifi! Na. Ügyes? Köszönöm, hát én is köszönöm. Igen, és hogy én milyen szerelmes voltam belőle. Az én bűváj fifikében, a mulatott királynőjében. Feleségül beszél nem vettél. Feleségül? Az én nyomorult kis fizetésedből? Esténként mégis mennyi virágot küldtél nekem az öltözőbe? Na ja, hát a követség egyéb reprezentatív keretén. De ugye nem ismertettelek a Kromok tanácsossal, és itt teljes a vágyod, előkelő hölgy lettél. Te ne ette volna meg! Hallottam volna masszívan, akkor az összes férfi a lábai mellett hevert. És most, mikor urinő vagyok, hát látod? Most nekem kell futkosnom utána. Jaj, ne beszélj már Csanyi sárga tipikén, mert most is rajonganak érdem, egy ilyen bűvály, ez egy ilyen kis barát, tündér, bogár, kájafia. Ne főzz, nyert most, hogy ne főzz! És ha még egyszer elég nekem ér, eltáncolj már te azt a, tudod, tintatartó rettentő. Sziasztok, azt mondom én is, igen, hogy tintoretto tántorgó. Ó, anyukám, ha tudnád, miért állod az éjszakát, hogy megint jelmes töltök, izgatottan állok a színfalak mögött, kipendenülök a színpadra, és az összes férfi a lábaim előtt hever. Maradunk a lőnek összkel.